Sziasztok, jó reggelt! Olyan gyönyörű idő van már most. Reggel egy kicsit megijedtem, mert ilyen 2,5-3 fok volt csak, de most érzem, ahogy egyre jobban ébred a természet, és melegszik fel a levegő. A mai napon is tartsatok velem, egy picit vlogolgatunk, mászkálunk, remélem, hogy tetszeni fog. Ez amúgy itt kint a hát nem is tudom, hogy udvarnak, vagy kertnek hívjam, vagy kis erdős résznek. De itt vagyok kint, éppen megetettem a kutyinkat, aztán most bemegyek, mert két pici itthon van velem, ők alszanak még. A többiek meg az őt megillető helyükön, oviban és suliban vannak már. Úgyhogy, hogyha szeretnétek ma is, tartsatok velem, iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszik a videó, dobjatok egy lájkot, és hagyjatok kommentet, hogy még miket látnátok tőlünk szívesen. Most amúgy egy Uber ciki dologra fog sor kerülni, ugyanis eltűnt a bankkártyám, és ennek az az előzménye, hogy mi szombaton este nagyon kívántuk az olasz kaját, és rendeltünk magunknak házhoz olasz étteremből, a kedvencünkből, Matteo pizza és pasta, innen is csókoltatjuk őket, és hát mivel mással, mint kártyával fizettünk, és azóta nincs meg a kártyánk, tehát próbáltuk feleleveníteni, hogy hol lehet, hogy férjem fizetett vele. Én addig a babát raktam éppen be a hálószobánkba. És nem, tehát nincsen meg. Úgyhogy én most kijöttem ide, a szombati szemetet ellenőrzöm a szemetes zsákban, hogy nem került-e véletlenül bele a kártyám, ugyanis ez az én Visa kártyám, amúgy vannak másik kártyáink is, viszont jelenleg ez a legfontosabb, mivel ezt használjuk, és nincsen meg. Úgyhogy tegnap óta úgymond félig meddig meg vagyunk lőve. Úgyhogy drukkoljatok, hogy meglegyen. Ez überciki, tudom, de muszáj ellenőriznem a szemetet. Van benne minden földi jó és földi rossz is. Úgyhogy ezt egy kicsikét inkább felgyorsítva mutatom meg nektek. Csinálom tovább. Fú, ez undorító. Biztos, hogy nincsen a szemetes zsákban. Mivel este volt, sötét volt, úgyhogy csak megközelítőlegesen tudom megnézni azt a helyet, ahol az autó megállt, és körülötte a füvet, a földet, hogy nem odaesette, de mivel ez már kétszer megtörtént, most gyertek velem harmadszorra ti is, hát hát itt többet látok, több szem többet lát, azt mondják, és hát nézzük meg újra. Itt van a hídunk, itt jött be a futár, és ideig gurult körülbelül, és én itt keresgéltem. Na, megnéztem, itt van egy szántóföld mellettünk. Pont ilyen kék színe van a kártyámnak, úgyhogy ez elég megtévesztő volt ez a kis cucc. De bakker, nem tudom, hogy hol lehet, nagyon mérges vagyok. Ezt most real time csinálom nektek, tehát nem találtam meg azóta a kártyát, meg ilyesmi. És éppen ezért nagyon ki is vagyok akadva. A szomszéd kutyák már leugatják a fejemet. Hát nincs. Látjátok, itt jött be a kocsi, és körülbelül itt állt meg. Úgyhogy hát menjünk be a házba, nézzük meg ott is újra. Amúgy meg nem fogja egy ilyen tényező elrontani a mai nap örömét, ugyanis Kornél baba ma 9 hónapos. Most április 26-a van hétfő, és ő július 26-ai baba, 2020. július 26-án született, és valóban igaz, hogy 9 hónap bent 9 hónapként, mert Kornél egyre önállóbb. Anyás nagyon, de annyira már nem igényli a jelenlétemet egy bizonyos helyen, hogyha ott van, játszik, nem kell ott legyek mindig a közelében, néha meg nagyon, tehát ő ilyen rapszodikus, és szeretne önállósodni, feláll egy hete már, nagyon ügyes, kapaszkodva megtesz egy-két lépést, ülni még nem tud. Tud, de eldől, kis fejnehéz még. Úgyhogy csodálatos dolog így hatodszorra is figyelemmel kísérni azt, hogy hogy fejlődik, és hogy mennyire önálló már 9 hónaposan. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ő érte is tényleg, és ez nem egy ilyen rutin dolog egyiknél se. Nyilván értek a babákhoz
meg sok tapasztalatom van így az évek során, de mind a hat más, és annyira jó, és az, hogy külsőleg hasonlítanak, az nem jelenti azt, hogy ugyanolyanok is természetre, és most ő is egy ilyen hatodik féle természetű baba lett, és olyan jó tényleg vele is átélni újra és újra ezeket a babakori dolgokat, úgyhogy innen is nagyon üzenem neki majd a későbbiekre, hogy nagyon hálás vagyok ő érte is, és nagyon szeretem. Most kicsit felfüggesztem a keresést, még alszik mind a két pici olyan mákon van, pedig már mindjárt 9 óra van, és mivel én délig gyümölcsöt eszem csak és kizárólag, vagy iszom, most csak narancs van itthon, és ezek már nem azok a jó kis lédús, nem is tudom kifejezni, tehát nem a legjobb állagú narancsok, hanem ezek már ilyen okés, fogyasztható kategória még, de én inkább ezt juice-ként fogom most meginni, úgyhogy egy 3-4 narancsból kipréselem a levét, és megiszom, jó kis hétindító vitaminbomba, meg szerintem iszok ilyen kollagénes italt is, amit a barátnőmtől kaptam, piña colada íze van, halljátok, ha értetek jót, mindjárt mutatom a dobozát. Ez a pure gold protein, tehát pure gold proteinnek a kollagén itala, és annyira jó, tök jó. Nekem vannak szülési, vagy hát ilyen terhes csíkjaim, amik rajt maradtak a pocimon, ugye, és amióta iszom, mert majdnem kiittam az egészet, innen is nagyon köszönöm a cuki barátnőmnek, azóta sokkal halványabbak ezek a terhességi csíkok, és most, hogyha rendeltek, akkor ez amúgy nem reklám, tehát én ezt szeretem, és azért mutogatom, akkor kaptok hozzá egy nem tudom hány darabos C-vitamint, 1000 mg-os C-vitamin tablettát is, kapszulát tabletta, tablettát, talán 100 darab van benne, nem tudom, és ez a kettő kerül így, hogy 5000 forintba, ha jól emlékszem, úgyhogy rendeljetek, ez pedig 25 adagra elég. Nekem ez ilyen egy havi adagom, nagyon szeretem. Igen, jól emlékeztem, ez a 100 darabos, látjátok, 100 kapszula van benne. C1000 Pure Gold. Úgyhogy ez a kettő kerül ennyibe, és szerintem tök jó, nagyon megéri. Tette a Dani. Nincs is itthon a Dani. Ez kamu. Mi van, lenyugodtál? Igen. Mindjárt kiveszlek, szívem, jó? Na, itt van közel 10 óra 30 perc, itt van Kornél is már velünk, a kártya még mindig sehol. Én ott tartok, hogy sikerült felöltöznem, meginnom egy finom kávét, megennem a napi kis datoja adagomat. Itt van velünk Ábris és a ruhakupac, ez a frissen mosott ruci, ezt fogom összehajtani, közben Sean a bárányt néznek a gyerekek, úgyhogy egy kicsit kétségbe vagyok most már esve, hogy nincsen meg a kártya, felkutattam mindent, még a szőnyeg alá is benéztem, minden alá is benéztem, úgyhogy nem tudom, tényleg most ilyenkor azt tanácsolja mindenki, hogy ilyenkor nagyon durván nyugodjak le még jobban, pedig tényleg nyugodt vagyok, és akkor meg lesz, amikor nem figyelek rá, úgyhogy én most elengedtem ezt a dolgot, és várom, hogy meglegyen. Jó. Mi van? Add be a cumiát. Add be a cumiát. Nagyon szeret cumizni. Add már oda neki. Nem vicces. Ábris, add be a cumit. Gyere, Kornél. Ez a cumim. Gyere. Ez a cumim. Kisfiam, itálj már. A kisfiam nem akar inni. A kisfiad nem akar inni? Nem. Hát mondd neki, hogy létszi. Yes, kisfiam. Hát lehet, hogy nem szomjas. Apuka. De
Az tudod, mi a baj? Az, hogy a kis kezeit odarakja, de most próbáld meg. Jaj, de ügyes vagy. Megdicsérlek. Én amúgy kezdek totálisan kiégni. Nem tudom, nem úgy kiégni, nehogy félreértsetek, hanem így a kártyakeresést illetően nem tudom, hogy hol van. Mindent tűvé tettem. A kanapé alá bemásztam. Az összes polc alá benéztem. A cserépkályha mellé, mögé, bele, hogy hát, ha oda rakták bele a gyereket, hogy sehol nem találom. És nem tudom, hogy most mi legyen. Úgyhogy igazából azon gondolkodok most, miközben csinálom ezt a vlog részt, hogy még hova nem nézhettem be, tehát így nem tudom. Ábris, nagyon ügyes vagy. Biztos nem te dugtad el a kártyámat? Nem, benn volt a tanítságába. Micsoda? Benn van a Kornél kiságyába? Tényleg benn van a Kornél kiságyába? Ezt nem tudom, de hogyha most ott lesz, én nem tudom, hogy mit csinálok. Az egyetlen hely, ahol van, nem néztem be, komolyan mondom nektek, az a Kornélnak az utazóágya. Jó, de hogyha most itt lesz, Ábris, akkor meghívsz engem egy kávéra, jó? Megígéred? De most ugrik a majom a vízbe. Doppergés. Doppergés. Lehet, hogy ki kéne pakolni a játékokat. Várjál, egy kicsit kiszélesítem. Na, egy matrac kivéve. Halljátok? Ezt nem hiszem el. Hát besz... Inkább nem mondom, hogy mit gondolok. Itt van a kártyám. Ábris? Honnan tudtad, hogy itt van a kártyám? Tudod, hogy anya mióta keresi a kártyáját? Igen. Nagyon régóta, reggel 7 óra óta, és most van. Ennyi. Tudod, mennyi az? 1:45. Ábris? Reggel óta kérdezem, hogy hol a kártyám, és azt mondtad, hogy nem tudod. Most meg egy pillanat alatt megtaláltuk. És a kártyát kirakta oda bele? Az Ofiék? Igen. Biztos, hogy ők voltak? Igen. Jó, akkor, hogyha hazajönnek, akkor beszélek velük, jó? Jó. Biztos nem te voltál? Biztos. 1000%? Nem. Ábris mindez idáig azt mondta, hogy fogalma sincs róla, hogy hol van a kártyám. És tényleg reggel 7 óta keresem, tehát 1:45 van, tényleg... Hát ez csúcs. Figyeljetek, és ez mind live-ba ment, élőbe, tehát nem kamu, meg nem izé, ezt most kerestük, és most egy akkora kő esett le a szívemről, hogy nem tudom nektek elmondani. Óriási, óriási. Úgyhogy veszem fel a vlogot, és egyszer csak benyögi, hogy ja, a Tóné Tiszágyába, hát ez óriási. Mávaj, és tésziás, és finom tojajos. Benne. Mi lesz szívem? Mit fogunk készíteni ma? Ott vaj, kis ét fogunk. Jocska, ezt elpakolom, mert itt felfordulás van, jó? Anya elpakol, és utána nekiállunk a kiflinek, meg kivisszük a szemetet is, jó? Új, nagy vadott. Nagy vagy, szívem. Na, és amíg nem készülök el a mosogatógép bepakolásával, addig Ábris megmutatja nektek, hogy hogyan készítünk sólisztgyurmát. Igaz, Ábris? Igen. Jó. Mi kell a sólisztgyurmához? Szerinted mi kell hozzá? A só. A só, meg a? Liszt. Te nagyon okos vagy, Ábris, megdicsérlek. Most anya megkeresi a kedvenc receptjét, ami szerint szoktuk készíteni, itt a babafalva oldalán. Sóliszt gyurma, és akkor már is feldobja nekünk itt, ugye nézzük, jó? Jó. A legjobb sóliszt gyurma babafalva.hu, és akkor anya már is készíti, te meg beszélj addig nyugodtan, mondjad, hogy mit szeretnél. Sóliszt gyurmat otthonyot. Édes kincsem. Na, már itt is van. Lenessél erről a valamiről? Jó. Jó, azt mondja, hogy... Kell először is egy mérleg, konyhai mérleg, jó? Jó,
tonhai mélyed, ez beállítod. Igen, ezt ne nyomkod, ez így jó. Vedd le a kezecskédet róla. Jó, a lisztet el kell kevernünk a sóval, tehát lemérünk 20 dekagram lisztet. No, nem piszkálod, mert akkor elállítódik, és akkor nem tudjuk megcsinálni. Na, figyelj! Ebben jó lesz. Hopp! Így jó, hogy lássanak téged. Tározzuk, miket beszélek. Azt jó. Mondja, 20 dekagram liszt. Jó, nem kell. Ja, jó, fölvented. Na. Ez egy kicsit több, anya visszavesz belőle. Jó. Vigyázz a lábadra, nehogy beüssed, jó? Jó? Jó. Kicsit több, 85 grammal több. Most ne nyúljál bele, mert most mérem. Maradhatsz ott, csak az a lényeg, hogy ne nyúj hozzá a mérlekhez, mert akkor elromlik a mérés. Azt mondja, hogy 20 deka kell, hogy legyen. Kizörög a lábával itt, nem tudod véletlenül? Nem, én zörödött. Nem? Nem. Jó, az a lényeg. 208, na. 207, kösz. 204. 200, jó. Ez a 20 deka. És akkor ehhez jön még 20 deka só, igaz? Ide. Apró szemű. Szóval most egy ilyen kókossót használunk. Jó. Igen. Jó, figyelj. 20. Várjál. Vigyázz a fejeddel, 395. 96, mert 40 dekának kell összesen lenni. A doktorbácsi van ilyen. A doktorbácsinál van-e ilyen? Hát szerintem nincs már a vákumsor, minden előbeszében. Anyának nem túl előnyös ez a kameraállás. Jó, mindjárt visszatérünk. Szóval összekevertünk sót, lisztet, egy kis vizet és étolajat, és ebből lesz a szupi gyúrma. Most egy kicsit mindjárt gyúrjuk a kezünkkel is, és indulhat már is a móka, igaz? Uh-huh. És ide nézzetek, egy ilyen szuper és szép állagú gyúrma lett belőle. Még egy nagyon picit kell gyúrogatni, hogy ne legyen ilyen darabkás, de már kezd összeállni Ábrisnak a nagy örömére, úgyhogy én bepakolom a mosogatógépet, te meg addig tudsz sólizt gyúrmázni a kis asztalodnál, jó? Idehozom a konyhába, és mindjárt indulhat a móka, és megígértem Ábrisnak, hogyha bepakoltam a mosogatógépet, meg indítottam egy mosást a mosógépbe, igaz, Ábris? Igen. Akkor utána megsütjük estére a fokhagymás kifliket is együtt. Igaz? Igen. Szóval, amíg alszik a kisbaba, addig én nem benyomom a tévét most az Ábrisnak, látjátok, nem is megy a tévé, hanem ilyenkor anya-fia program van, mert anya nemrég ráeszmélt, hogy az Ábris nem sokára délelőttönként oviba lesz, igaz? Szeptembertől mész oviba. Igen. Jaj, szívem, és anya a babával lesz csak itthon, igaz? Igen. Na, ide nézzetek. Tök jó kis sólizt gyurma lett. Mikor mész? Hát majd ősszel. Na, induljon a móka. Azt garantálom nektek, hogy ez szerintem egy órán keresztül le fogja Ábrist kötni. Próbáljátok ki ti is, anyukák, hogyha kicsi a korkülönbség a gyerekek között, és nem mindig tévéztetni, meg tableteztetni akarjátok őket. Mondjuk én ezt egyáltalán nem is nagyon támogatom a tabletet, mert full függővé tudnak válni tőle a picik is. Hogyha nem ilyen dolgokkal szeretnétek lekötni, hanem mondjuk valami kreatívat kitalálni, akkor ez a sólizgyurmázás, ez nézzétek meg, hogy ez még csak most kezdte az Ábris, de már teljesen ilyen átért fejjel nyomatja a dolgokat, nagyon le tudja őket kötni. Na milyen? Nagyon szép. Szép. Igen. Jó lesz? Igen. Ez nem tojója, hanem ez szólizgyurma. Oké. Okay. Na, megvolt a gyurmázás. Most mit fogunk sütni, Ábris? Kiflit. Kiflit, igaz? Igen. Most dagasztja a gépecskénk. Utána már előkészítettem anyósomtól kapott fadeszkát, meg sodrófát, és nagyon szépen, hogyha megkelt az egy óra múlva a tészt, akkor szépen kifogjuk kör alakúra nyújtani. És 16 darab kifli jön ki belőle. Na kérem, ilyen szép.
nagyra dagasztotta a gép, közben kelt a tészta, ugye azért mégiscsak két csomag élesztő van benne, száraz élesztő, úgyhogy most letakarjuk, és elmegy pihizni egy órát, és ha jól csináltuk, akkor duplájára fog kelni a tészta. Ez volt a mai összevágott vlogunk a kimaradt jelenetekből, remélem, hogy elnyerte ismételten a tetszéseteket, hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot a videóra, maradjatok továbbra is velünk, mert nagyon izgalmas témákkal készülünk a következő live beszélgetésünkre is, és a következő vlogot is próbálom ilyen színessé tenni. Nem sokára itt a szuper jó nyári idő, elkezdünk grillezgetni is, úgyhogy a grill szezonban is tartsatok velünk, és iratkozzatok fel minél többen a csatornámra. Sziasztok!